Akkor start! Bár az időjárás nem volt éppen tavaszias, a bátrabbak nekivágtak a bátaszéket alsónyékkel összekötő útnak, hogy így módon avassák fel az újonnan elkészült kerékpárutat. Bár az avatás idején sem volt igazi kerékpáros idő, ennek ellenére az út megépülésének sokan örültek, hiszen közelebb hozta egymáshoz a két települést. Egyre nagyobb a forgalom, ami a közutakról a kerékpárokat inkább le kéne, hogy vegyük, és ugye ezt a célt szolgálják ezek az utak. Reméljük, sokan fogják használni, reméljük, vigyázni fognak rá, és reméljük, hogy követendő példaként tekintenek rá megye többi települései. A nem hivatalos avatóra a Nagycsaládok Egyesületét kérték, akik neki is álltak a szervezésnek. Az időjáráson kívül sok mindenre volt befolyásuk, így a havazás ellenére szép számban gyülekeztek a kerekezők. Próbáljuk egy kicsit az embereknek, a gyerekeknek a figyelmét felhívni arra, hogy tessék használni, tessék tulajdonba venni, úgymond, mert ez az ő érdeküket is szolgálja, hogy ezt használják, biztonságosabbá téve ezzel a közlekedést. Az, hogy most az idő sajnos ilyen, ez nem veszi kezdünket, lehet, hogy kicsit kevesebben leszünk, de bízom benne, hogy nagyon jól fogjuk érezni magunkat. A kosaras szakosztály az első pillanattól kezdve, bár ma már poénkodtunk rajta, hogy szánkóval fogunk, de nem baj, itt vannak, készülnek. Annyi történt a mai nap folyamán, hogy felkértem a kisgyerekes családokat, hogy ne jöjjenek a pici gyerekekkel biciklivel. Az út megépülésének mikrotérségi fejlődés szempontjából van kiemelkedő jelentősége, mondta Bozsadik Robert polgármester. A résztvevőknek egyrészt a közlekedési biztonság fontosságára hívjuk fel a figyelmet, másrészt ugye hát próbáljuk népszerűsíteni a kerékpározást. Ez az út gyakorlatilag a két települést, ahogy említettem, is szorosabbra fogja fűzni, hiszen a gyerekek Alsónyékről iskolába tudnak biztonságosan beközlekedni, munkahelyeket meg lehet biztonságosan közelíteni, sőt adott esetben a mindennapi élete szükséges dolgokat, bevásárlás, rokonlátogatás már nagyon-nagyon biztonságos körülmények között tudják megtenni, mind a bátaszékiek, mind pedig az alsónyékiek. Ez egy mikrotérségi kohézió. Alsónyék önkormányzatával már közel 15 éve megkezdtük ezt a folyamatot, ezt az együttműködést. Ez egy újabb állomás, nagyon örülünk neki, hogy sikeres beruházást tudtunk közösen ismételten megvalósítani. A Nagycsaládosok Egyesülete már most arra készül, hogyha az idő jobbra fordul, egy igazi tavaszi nagy kerékpártúrát szerveznek az új úton, ahol a legkisebbek is nyugodtan kerekezhetnek.